Isten igéjét olvasom a Efézus levél 5. részéből. Tehát most a 2. fejezetet ott hagyjuk, és az 5. részből olvasok néhány verset. Az 5. fejezet 11. versétől olvasom a 14. Tehát az Efézusi levél 5. részének 11. és azt követő verseit olvasom. És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig megfedetvén a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jön, az világosság. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Kedves testvérek, most, hogy szépen felkészültem erre a szolgálatra, és elkezdeni mondani, arra gondolok, hogy most újra kéne készülni olyan szempontból, hogy amik elhangzottak, azok új megvilágításba helyezték számomra is az egészet, illetve amik úgyis evidenciák voltak számomra, erősek lettek, hogy nekem most arról kell beszélni, hogy ébredt fel, és hallottuk, hogy a halottnak miért beszél. Szóval itt érzek valami nagy feszültséget, hogy egyrészt azt mondjuk, hogy 12 pontban megerősítettük, és a Szentírás is világosan mondja, hogy az ember lelkileg halott, halottak voltatok a bűneitek miatt, lelki halálban vagyok, és most mégis unszolgatjuk az embereket, hogy noha tudjuk, hogy semmit nem tudnak tenni, azért mégis csinálják, hogy térjenek meg, és ébredjenek fel. Erre általában azt a választ szokták adni az evangéliumi körökben is, hogy azért neked van szabad akaratod, mert Isten neked szabad akaratot adott, és szabadon el tudod dönteni, hogy üdvözülsz vagy nem. Sőt, még ilyen téves megállapítás is szokott, hogy szabadon el tudod dönteni, hogy Jézus meghalt érted, vagy nem halt meg. Mert neked akarod szabadságot. Én pedig az igével azt mondom, hogy Ádámnak és Évának valóban volt szabad akarata, bűntől szabad emberek voltak, és ők valóban el tudták dönteni a saját dolgukat, sőt meg az utódaik dolgát is. Nekik volt szabad akarat. Azonban a bűnesek után a bűn rátelepedett úgy az emberrel, hogy az akarata már nem szabad. Tehát úgy van ez, hogy nem képes jót cselekedni az ember. Így önmagától nem is tud megtérni, önmagától nem is képes az üdvösség útjára rálépni. Ugyanakkor a Bibliában mindig azt halljuk, hogy térjetek meg. Ma halljuk majd, hogy ébredjetek fel. Tehát ébresztő szavak, szózatok jönnek hozzánk, és ugyanakkor hát a Biblia azt mondja, hogy a halotthoz hiába beszélek, az semmit sem tud tenni, nem képes önmagával megtérni és megváltozni. A megoldás testvérek, és én pont fogom mondani, hogy ha valaki lelkileg halott még itt teljesen, és még nem kapott új életet, ébreszt fel, fogom mondani, és serkenj fel, aki aluszol, ezt is fogom mondani, mert az igen mondja ezt, már csak azért is, mert megerősített az előző ige szolgálatot, hogy Jézus a halottak mondja. Tehát a Lázár jövőké, nagy ifjúnak, ifjú néked mondom kejfel, a leányka néked mondom kejfel, tehát Jézus mégis szól a lelki halálba levő emberhez. És a kulcs az egészben itt van, hogy noha tehetetlen vagyok arra, hogy én fölébredjek a lelki államból, tehetetlen vagyok, mert az akaratom sajnos mindig a rosszat akarja. Tehát az akaratom az már nem szabad, hanem szolgai. Mert
Jézus nem azt mondta, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. És ezzel kínlódunk, és ebben élünk állandóan, hogy az akaratunk gyenge, és képtelen arra, hogy a jót cselekedje, legalábbis a megtérésig az ember ezt és utána is az akarat állandóan gyenge. Az üdvösségre nézve. A megoldás az, amit Jeremiás mondta, hogy téríts meg Uram engem, és akkor megtérek. Tehát azt jelenti, hogy ebből a lehetetlen helyzetből, ebből a látszott ellenmondásból, valóságos ellenmondásból, úgy hoz ki bennünket az Úr, hogy megszólít minket, és miközben megszólít, közben a lelke által valamit cselekszik bennünk. Ezért kell elvinni azokat az embereket, akiknek még nincsen új élete, az evangélium közelébe. Azért kell elvinni az embereket a igen hirdetésekre, az evangelizációkra. Igen közelébe kell vinni az embereket. Mert hogy az igen közelébe kerülök, akkor egyszer csak az igen szól fülemmel is hallom, és a lelkemmel is hallom. És Isten egy olyan csodálatos egybeesést tud adni, hogy egyszer megnyílnak a hallások, hallom azt, hogy elfata, nyilatkozzál meg, és az embernek egyszer csak feltárul a szíve, lelke, és az ige behatol oda a szívében. A szívének a mélyében. Ezért el kell jönni ilyen igen helyekre, és hallgatni az evangéliumot. Még akkor is, hogyha mondjuk ellenkezés van valakiben, vagy itt vagyunk, és ellenkezés van velünk, el kell jönni, és hallani kell az igét, és ezt is az Isten adja hallást, mint ahogy való volt egy evangelizáció, egy ilyen sátor evangelizáció, ahol egy gyönyörű énekkel is énekelt, talán Németországban volt ez, és hát valaki el akarta hívni az ő barátját, de azt mondta, hogy nem megyek el ilyen hívő helyekre, de szép énekkel is lesz. Akkor jóban elmegyek az énekkel, azért elmegyek talán. Meg is hallgatt az énekkeli szolgálatot, és amikor az evangelizáció elkezdődött, fölment a lelkéz a szószékre, akkor bedugta a fülét. Ezt láttam is, és nem szégyelt, ő bedugta a fülét. És hát szólhatott a prédikáció, hogy nem hallott ő semmit belül, mert ez volt az ő akart, ő nem akart, mert ő bedugta a fülét. Amikor is az órára repült meg így. És hát egy darabig tűnt, azt elcsegett az órával legyen, és mit azt hallatszott, hogy akinek füle maga hallásra, hallja! No, hát akkor már nem hittem a fülét. És akkor az evangélium eljutott hozzá, és akkor elfogadta az Úr Jézus megváltójára. Akkor közben Isten lelke az ige által behatolt a szívbe, a Szent Lelkének meggyőzte. Olyan ez, mint Jézus mondta, hogy eljön a Szent Lélek, és megfeddi a világot, meggyőzi a világot. Bűn, igazság, ítélet tekintetében. És akkor már bejön ez a szó, és benn oldódnak a kötelékek. És a fagy az felolvad. És a keménység az lágy lesz. Hogy megváltozik az embernek a szíve, a lelke, az egész élete, mert már hallja az evangéliumot, és akkor az történik, hogy valóban Isten térítette meg ezt az embert, nem pedig saját maga térnek. Én nekem olyan akaratomban, én meg tudom térni. Mert hogy én nekem olyan akaratomban is úgy tértem meg, akkor majd lesz egyszer olyan akaratom, hogy nem akarok megtérni. Akkor meg elesek. Akkor meg kiesek a kegyelemből. Ha rajta hullott. De hogyha az Isten lelke térített meg ezért, hogy a téríts meg Uram engem, és megtérek. Szabadíts meg Uram engemet, mondja Mikiás prófita, és akkor megszabadul. Ha ő térít meg, ha én az... Ha valaki más megtérít, az nem marad meg. Mondta Jézus, minden plánta, amit nem az én atyám plánták, ki lesz szabítva. Tehát, hogy valaki úgy lett hívva, hogy valaki nagyon megtérítette, vagy jönnek olyan nagy akarata volt, hogy a jó tulajdonságai voltak, hogy megtért. Tehát ez egy plánta, ami nem az atya plánta, azt ki is fogják szolgatni. Az az igazi megtérés, amit Isten szemben kell munkát venni, és testvér talán éppen most érkezett ez a pillanat az életben. Aki talán még soha nem ismertette meg Jézust a megváltónak, hogy talán most meg fogod ismerni. Mert Isten lelke talán most munkálkodik, hogy éppen most hozott innen, most akar hozzászólni, most van a kegyelmi idő, most van a kegyelmi idő, most van az üdvösség napja. Mondhatnánk, hogy most a hívők lekezdem szól, de bizony. Mert az az idő, hogy felolvastam, serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, szól a hívőknek is, meg a menthívőknek is.
Eddig most arról szólt, hogy egy nem hívő, hogyan lesz hívő, így lettetek hívőként, talán el tudjátok magadban is az útján járni. Azonban vissza-vissza alszunk. Ez a program, hogy vissza-vissza alszunk. És a gyülekezetben gyakran nagy alvások vannak. A második helyén hitvallás, hogy hitvallásszerű legyek, szinte mondja azt, hogy miközben az emberek alszanak, a gyülekezetben jön az ellenség, és a pompolyt elinti. Így születnek a tévtanítások a gyülekezetekben. Miközben mi alszunk, nem vigyázunk, nem vagyunk éberek, közben jön az ellenség, ő pedig aztán tényleg nem alszik. És elhívni a tévtanításokat, megkülönbözött tévtanításokat hívja. Most a legújabb tévtanítások az egyházakban azok, hogy módszerek. A nagyszerű amerikai módszereket vezetünk be, akkor nagy ébredések lesznek. És akkor majd sokan megduplázódik egy ünnepet. És akkor a legkülönbözőbb módszereket, amik által manipulálunk, különböző trükkökkel átformáljuk az embereket, és hogyha mi alszunk, és nem vagyunk éberek, és nem azt mondjuk, hogy nem a trükkök, nem az emberi módszerek, hanem Isten szent lelkének a munkája, az igen, az evangélium, a régi hír az, ami bennünket meg fog elevenni. Ezért örültem ide jönni, testvérek, mert ugye a szabolcsi ébredés olyan, annak idején, hát olyan híre volt. És azóta is voltam már itt, és az evangéliumot hallani, és mondom az evangéliumot, és tényleg úgy van, hogy halleluja-ének mondtam, a régi hír örökre új, ismerjük, búj szívbe sír, szeret az Úr, a régi hír örökre új. Most tegyen magik, amit hallgat. És miközben hallgat, közben megelevenek az emberek beszédet, hogy csak az ige, az Isten beszéd, a Szent Lélek van, ez a megromlandó van, a romolhatatlan van, ami által újjá lehet születni, vagy igazán új. Ennek el kell jutni a szívünkbe, akár még nem vagyunk hívők, akár hívők vagyunk. Ez kell, oda bekerülnek. És akkor csodák történnek, mint ahogy annak idején emlékszem a Borbély Béla bácsira, hogy nem ismertek a Borbély Béla bácsira. Amikor ő kis fiatalabb fiú volt, és ő nem tudja, hogy mi volt az, ami a gödöllői templomban őt megragadta. Amikor ott valaki hirdette az evangéliumot, hogy ő fiatal fiú kérdezte, csak a drága hír bejutott az ő szívére, és akkor ő megváltozott. Ez az, amikor valaki újjászületik, amikor megváltozik a élete. És a felsertje, és új jövője. A mostani részben, tehát az Efézusi levél 5. részének a 11. versétől kezdődő szakaszban először az lett számomra hangsúlyos, hogy ne legyen közösségetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel. Hogy ezzel számomra hangsúlyos, a sötétség gyümölcstelen cselekedetei. Tehát ezek szerint a sötétségnek vannak gyümölcstelen cselekedeteit. Ismerik azt a régi plakátot, vagy reklámot, milyenek az éjszaka. Milyenek az éjszaka. Ott akkor lehet a sötétség cselekedetei cselekedés. Milyenek az éjszaka a sötétségben van ez a nép. És sötétségnek van a gyümölcstelen cselekedetei, és elhangzott, eddig tényleg a feltárás útját jártuk, hogy meglátjuk, mit azok a bűnök, amikor meg kell szabadulni, vagy mik a sötétség cselekedetei, és most azt mondja, hogy ezekkel ne legyen közösségünk. Tehát az első az, hogy a sötétségnek a gyümölcstelen cselekedetei ne legyen közösségünk, és hogy ez eljutott hozzá, akkor én azt tanácsolom, legjobb szembe fordulni velük. Tehát, hogyha meg tudjuk, hogy mi az a gyümölcstelen cselekedet, amit Isten felsorol, az beavatottakon túl, talán most valamelyikünknek személyesen az Úr nagyon előtt valami, legjobb szembe fordulni. És hogyha már megutáljuk, akkor szembe is fogunk fordulni. Amíg még szeretjük, addig nem fogunk szembe fordulni vele, és nem fogunk ellenszegülni. De hogyha megutáljuk, és Isten lelkének van egy ilyen munkája, hogy megkeseríti bennünk a rosszat. Ezért mondja a Jeremiásnak, hogy ami védkeinket megrothadunk. Akkor olyan már a bűn számunkra, mint a rothadó hús, nem bírjuk már elviselni, és azt már valahogy meg kell gyógyítani. Amikor megkeserítve a szívünk, akkor szembe fordulunk, és azt mondjuk, hogy itt van, elég. Péter mondja az első levelében, a második fejezetben.
elég. És ezzel kicsit mondjuk Péter önmagáról is beszél, bizonságot tesz, hogy elég nékünk, hogy, és elmondja, minél jártunk festettségekben, romlottságokban, részegségekben, stb. Tehát ki tudja, hogy ezek közül melyik volt az ő bűne, de az ő életében lenni dolgok, és ez azt mondta, hogy elég. És ezzel példát mutatott, és sokan mondták azóta, hogy egyáltalán során elég, amikor emberek elege van abból, amit eddig csinált, amit eddig ért, ebből a lelki alvásból, ebből a lelki ellenszegülésből, attól, hogy befogom a fülemet, hogy ezt nem akarom hallani, mert elég, mert Isten szent nekem most azt mondja, hogy ez neked itt van az üdvösség ideje, az üdvösség napja, és mond azt, hogy elég. Tehát Jézus megszólít bennünket, és ebben a részben, úgy mint halljuk, egy intéssel fordul hozzánk. Hogy ne legyen nekünk közösségünk a sötétség gyümölcsel cselekedetében. Egy intéssel kezdődik itt ez a rész, ahol magunkra ismerünk, mert Isten intései és figyelmeztetései már hozzánk is eljutottak. Az igében. Olvassuk az igét nap, mint nap, és akkor lehet, hogy egy-egy vers, egy-egy szó, hogy belemarkol a szívünkbe. Isten az igével figyelmeztet. Olyan jó, hogy Isten az igével figyelmeztet bennünket. Valahogy a sors eseményeivel figyelmeztet. Hogyha megkeményedez az embernek a szíve, akkor Isten megengedi, hogy olyan dolgok történjenek velünk, amik aztán felháznak. Tényleg eszünkbe jutatnak egy csomó dolgot. Most egy kollégám mondta azt, hogy kórházba került már 2 hete, és Isten kivitt a pusztába, és a lelkére beszélt. Hogy Isten különböző útjai vannak, hogy figyelmeztessen bennünket. Ige által, körülmények által, és de olyan drága az Istennek ez a munka, hogy az ige által figyelmeztet bennünket igehirdetések által, és felrázó igehirdetés által. Isten tudja a te dolgaidat, mondják, honnan tudsz a tiszteletesül, hogy ebben vagyok. Isten tudja, és mondja. Aztán a testvérek által is szokott a dolgok figyelmeztetni. Olyan jó, hogy vannak testvérek, akik törődnek velünk, és aggódnak értünk, és imádkoznak értünk, és talán nem direktbe mennek, de egy kedves, szerint megjegyzésre az eszünkbe juttatja, hogy nem áll ott az életünk, mint a barátok kellene. Valahogy talán nincs erre. Legyünk komolyan Istennek a igében, az igei hirdetésben, és a testvérek által adott figyelmeztetéseit. És figyelmeztet Isten a lelkiismeretünkben. De ezt aztán valamit is jön. A hív embernek különleges lelkiismerete van. A hív embernek a lelkiismerete más, mint a nem hív embernek a lelkiismerete. A lelkiismeret eredeti szava, a görög szava, szüneidézis. Az azt jelenti, egy kis tudományt hadd mondjak, hogy a szűn az bal bel. Az eidézis pedig a túlsó, hogy belül kivel tudok együtt gondolkozni. A latin consciencia ugyanezt mondja. A belső ismeret. Ki az, aki a belső ismeretével irányít? A keresztény ember lelkiismerete azért más, mint a nem keresztény emberé, mert belül az Isten igéje az, ami a lelkiismeretemhez kapcsolódik. És belül a szívem mélyén kis világosság gyullad, és Isten eszembe juttatja az én dolgaimat. Tovább mondja, hogy ne legyen közösségetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem azokat meg is fedjétek, mert amelyeket azok titokban cselekeznek. Azok titokban cselekeznek. Ezek szerint a gyümölcstelen cselekedet és azok titokban cselekeznek összefügg. Tehát a gyümölcstelen cselekedetek gyakran társasághoz vannak kötve. Tehát az egy embernek gyümölcstelen cselekedetét megfedi most Isten, ez nagyon könnyen elképzelhető, hogy ez vagy oda kapcsol egy embercsoporthoz, vagy egy emberhez, akinek a hatására ezek a gyümölcstelen cselekedetek bennem ott vannak. Emberekhez kötött cselekedetek ezek, és gyerekkorunktól kezdve ismerik azt, hogy egy-egy ember lehet rossz hatással ránk. Egy egész közösséget mélytejező
ereje és hatása lehet egy ember helytelen magatartásának. Emlékszem, gimnazista korom volt egy gyerek, Orbánnak hívták, aki egy különleges fiú volt, aki amikor hangosan felrögött, akkor az egész osztály vele együtt felrögött. Ahogy ő, úgy a többiek is. Tehát valahogy az egész osztálynak a légkörét tudta befolyásolni és rosszra vinni, és ennél még rosszabb dolgok is voltak, mint hogy hangosan felnevetett. És akkor már együtt voltunk egy közösség, ami bosszantotta a tanárt. Tehát a sötétség gyümölcstelen cselekedetei valahogy összekötődnek másokkal is, és egy társaság is, testvérek, azért mondja, hogy erkölcsök megrontanak gonosz társaságot. Tehát bizonyos társaságok van, gyümölcstelen cselekedetek vannak, és ezekkel azonosulunk. Azt mondja a példabeszélő könyv, hogy ahol az élet nélkül ilyen gyülekezete van. A gyülekezet szót is így használja a Biblia. Hogy ahol az élet nélkül ilyen gyülekezete van. Nevetnek, vidámak, legesők a vízmesélésben, nincs életük. Élet nélkül érnek a gyülekezete, és ezek belül egyek. Ó, ezekből ki kell szakadni, ezekből a közösségekből. Utálja az Úr a te bizalmasaidat. Úgyis mindig rosszra visznek, aztán csak a lelkiismeret fog vádolni. Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és akkor felelőd neked a Krisztus. Vannak döntések, amiket meg kell hozni. Nem lesz, nem hagynak téged el, majd jönnek utánad, megfogják a ruhádat, visszahúznak. Szemeket fordulnak, és azok én nem. Ez a föl kell serkenni. Azt hiszem, hogy nagyon egymásra ismernek azok, akik a bizonyos társaságban tartoznak a cselekedeteik által. Annak idején olvastam egy kis mesét, talán ismeri valaki, a Hauffa mesék egyike, a Szénégető Péterről. Valaki emlékezik rá, ez a Szénégető Péter egy ágyban szakadt szegény kis fiatal ember, de volt, nem tudott egyről kettőre jutni, és akkor a mese szerint eljutott a hollandos vihájhoz. A hollandos vihály pedig egy óriás volt, aki bevitte a kis szobort, vagy a belső szobájába, és azt mondta, miért nem tudsz egyről kettőre jutni? Miért nem boldogul a te életed? Nem azért, mert ott van valami hús darab, ami ott dobog te neked, és mindig visszatart, hogy ne csináld azt, amit a többiek csinálják. Azért add nekem oda a te szívedet. És akkor győzködés, rábeszélés, és odaadja a szívét. A mese szerint akkor ezt a szívet beleteszi egy üvegbe, és akkor ott már sok üvegben. Patikusnak ott van a szíve, meg sok emberek ott van a szíve. Előkerül embereknek a szíve is. És akkor fölébred, és való Hollandiában jár a világot, gazdag, zsebében mindig pénz van benne, elvett a szerencse, barlangban kártyázik, sikeres szerencsés. Egészen a történetnek az egyik érdekes, hogy egymásra ismernek, te is a óriás beoldottál. Kapott helyette külszínet. Elveszi a húszszívet, a külszívet. Ha ő már nem érzékeny, hol már nincs lelkismert fordulás. Na, aztán folytatódik tovább, hogy szabadul meg ebből az állapotból. Akkor egymás is menjük, te is. Te egy rossz társaságot tartozol, neked rossz bizalmasait van, neked te is az óriásnál voltál. Neked is külszívet már. De azok is egymásra ismernek, akiknél már megváltozott külszíve van. Mert azt mondja az Úr, hogy adjátok ide szíveteket, a külszívet adjátok oda, adok meg a külszívet. Már csak az Úr egy ilyen új szívet adna mi nekünk, ahol egy új, megváltott életbe járhatunk. Tehát először láthatjuk, hogy gyümölcstelen cselekedetek, erről beszél az Úr, amikor ébrezget bennünket. Másrészt bizonyos összefüggése van meg rossz társaságokkal, rossz tanácsadókkal, és el kell szakadnunk ezektől. Harmadszor azt mondja, hogy amit titokban cselekesznek, azoknak égtelen dolog még mondani is. Hát tényleg vannak olyan dolgok, amiket nem szabad kimondani. Szóval titokban cselekszik azért, mert olyan dolgok, hogy jobban nem lesznek publikusak. Érdekes az, és szomorú az, hogy most olyan korban élünk, hogy amiket annak idején titokban cselekedtek, és nem volt szabad kimondani, azt már nyugodtan szabad kimondani, és ha nem cselekszik, titokban.
hogyha akár a médiát nézzük, vagy az internetet nézzük, vagy a társaságokat nézzük, az egész közvéleményt nézzük, mint hogyha olyan témák, amik régen tabuk voltak, most már nyugodtan, szabadon mindenki azt csinál, arról beszél, a leggonoszabb dolgokról beszélhet, amiket titokban cselekeztek, most már megfordult a világ, már nem titokban cselekszik az emberek azokat a dolgokat, amiket végre titokban cselekeznek. Ki cselekszi mégis titokban ezeket a dolgokat, amiket égtelenül cselekeznek? A hívők. Mert titokban cselekszik, mert nekik zsenánc. Nehogy kiderüljön. Titokban cselekszik a hívők azokat, amiket nem olyan szabad cselekezni, mert nem akarják, hogy ez napvilágra jöjjön, mert tudják, hogy nekik más törvényeik vannak. Mert a hívő ember tudja, hogy mi a rossz. A hitetlenben nem, nincs érzékre. Érezzük azt, hogy közben mondja az Úr, hogy serkenj fel, aki aluszol. Közben nem, mert a Szentlélek mondja állandóan, hogy támadj fel a lelki halálból. Azért cselekszi titokban az ember, mert neki a hívőmbernek már lelkiismerete van. Mondtam, a hívőmbernek más a lelkiismerete. Mert másképpen vétkezik az, aki nem hívő, és másképpen vétkezik az, aki hívő. A nem hívő szabadon teszi, nincsenek törvényei a törvénytől, szabadon élvegél, még nem jött el a Mózes, nem jött a tíz parancsolat, ő nem tudja, mi a bűn. Ha a bűnszót használja meg, szociális bűnökről beszél, pszichológiai vonatkozásról beszél a bűnről, a bűnről lehet beszélni, csak nem a bibliai értelemben bűnről. De a legjobb ember szabadon cselekszi a bűnt, neki nincs különösebb gátlás. A gátlást csinálja, ez a világ csinálja. A hív ember másképpen vétkezik. A hív ember olyan, mint a lázas gyerek. Rázza a váz. Szeretne kijönni belőle. Ugye így van, és kérjük az Isten szabadítását, és Istennek van szabadítása, hogy bennünk megszabadítsa. Odáig el kell jutnunk, ahol a Pál apostol is eljutott, hallottuk az idézetet a római levélből, a 7. fejezetben, amikor beszél a benne levő gonoszról. A római levél 7. fejezet, ez hívemberről szó, megtértem, mert belső harcerőről van szó. Aki elmondja, a bűn alá rekesztett állapotról beszél, és hogy tudom, hogy nem lakik az én testemben. És nem a jót cselekszem, hanem a gonoszt cselekszem, amit nem akarok. Az akarat szolgai mi voltak, abban mindig szabadítást kell kérni. Megtalálom magamban a bűnnek a törvényét, ez a hív embernek a belső lelki fusája. De utána azt mondja, de gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. És oda eljut, azt mondja, hogy nem én cselekszem, hanem a bennem levő gonosz. Tehát valahogy ide kell eljutni, a Pál apostol is eljutott, hogy a bűn törvénye bennünk van, az halál pillanatáig bennünk marad a bűn törvénye. Az ember mindig megmarad. Egész a halál pillanatáig. És állandóan vissza akar húzni ezek a test cselekedeteit, hogy cselekedszik. De már verdülünk ezekbe, és nem akarunk bennünk maradni, és el ki akarunk jönni. És mi az Isten szabadítása után sírunk és bántunk és kiáltunk nap, mint aki szeretnénk így felébredni, újat kezdeni, felserkenni, hogy ne védkezőink, de ne legyen tényleg közösségünk, hogy a sötétség gyümölcsön cselekedeteivel. És az első lépés ebben, vagy egy nagyon fontos lépés az, hogy Pál azt mondja, hogy már nem én cselekszem, hanem a bennem makozó bűn. Ezzel nem menti fel magát, nem az. Bármit tehetek, úgyis a jó ember csinálja, mert a felelősség az megmarad. Az hívő embernek megmarad a felelőssége, ha azt gondolná, hogy nem marad meg a felelősség, a lelkiismeret azért gondoskodik róla, hogy a felelősség mindig felébredjen benne. Hanem a nagy lépés, ahol eljutott Pál apostol az, hogy nem én, hanem bennem levő bűn. A hívő ember életében elkezdődik a bűn,
és az én szétválása. Ennek kell elkezdődni, és ennek kell végbe menni. Tehát nem én, ami bennem cselekszik, nem felmenti magát, hanem nevet tudom, hogy szembefordul vele, megfedi, saját magában is megfedi ezeket a dolgokat, hogy szétválik a kettő, hogy ez már, én belül más vagyok, én megváltott ember vagyok, én egy Istennek a gyermeke vagyok. Én most már a világosság fia vagyok, nem illik hozzám, nem méltó hozzám, nem akarok ebben benne maradni, szeretnék kijönni, szeretnék fölébredni és nem maradni ebben a bűnös, rossz állapotban. Isten segítsen bennünket ebben, hogy így megváltozzon a mi életünk, hogy valóban szétváljon a kettő. Isten szent lelkének van egy ilyen munkája, úgyis elhat a szívnek és a léleknek megoszlásai, és megítéli az embernek a szívnek az indulatai. Hogy lássuk, mi a rossz, és mi a jó, és a jóra mondjuk, igen, és a rosszra mondjuk, nem. És ezután a következő lépést javasolja az apostol, miután már belül elkezdődik ez a szétválás. Tehát az embernek a belső tudatában már egyébként ott, hogy ez nem méltó hozzám, nem való hozzám, én, mint a lázas beteg, beerdődök és ki akarok jönni ebből az egészből. Ezután azt mondja itt, hogy világosságot hozunk azokat, amik a sötétségben vannak. Mert ami a világosságra jön, az már világosság. Nem azt jelenti, hogy a világosság megváltozik és a rosszok jó lesz, hanem az már belekerül olyan fénybe, ahol már nincsen helye és az el fog maradni. Vagy kérhetjük, hogy Isten elvegye tőlünk ezt a dolgot, hogy ami a világosságra jön, ez pedig hát úgy, hogy megfelelően. Szóval elkezdek beszélni azok ellen a dolgok ellen, amik miatt nyugtal a lelkismeretet, nem titkolom, a kedves hívő testvérekkel, vagy bizonyságtételen meg lehet ezeket, fedni ezeket a dolgokat, ami a világosságra jön. És most ezzel hangsúlyos nekem, hogy ami a világosságra jön. Szóval az egész összefüggésben most, ebben a pár percben, hogy foglalkoznak ezzel, hogy ami a világosságra jön. Tehát eddig a sötétben volt, senki nem látta, be volt takarva, és most kijön a világosságra, az Isten lelke munkája ez, hogy feljön a világosságra. És hát ez gyakran megaláztatást is jelent, kettő történethez hozott, mindenkezőt is jelent. Egyik egy nagyasszony. A hívő népnek egyik legnagyobb asszonya, legnagyobb példa, hívő népnek egyik példaképe, a Ráhel. A Jákobnak a kedvenc szeressége volt. Emlékezett, hogy mi volt az ő titkos cselekedete, amit senki nem látott, az, hogy a házi bárányokat ellopta, a kis teráfokat ellopta. Különböző házi bárányok voltak, ő, aki fogány világban élt, a szír bárányok közül két teráfok magával, vagy teráfok magával élt. A teráf volt, a Bibliában csak teráfok. A Hóseás könyvében is vannak teráfok. Most ezek ilyen ember alakú szobrok voltak, amiket fölállítottak, ahol aztán imádkoztak hozzá, egy szobor előtt imádkoztak. Aztán volt nagy alakú teráf, akkor, amint egy férfi, melyik történet mondja az, hogy akkor a teráf volt, mint egy férfi. Nem a lelkészkedett. Tehát akkor a szob teráf is volt, amit beletett tenni egy ágyba. Akkor megvan? Dávid királyt le akarják tartóztatni, és akkor a felesége egy teráfot betesz az ágyba, és betakarja, és azt mondja, hogy beteg a férjem, nem tud kijönni, és akkor látják, ott fekszik Dávid, nem a Dávid fekszik, csak van akkora teráf, hogy mint egy ember alakú. De volt akkora teráf is, amit be lehetett tenni a nyerekbe. Tudjuk, hogy Ráhel ellopta az apjának a teráfjait, a bábányait, és belelejtett a tevének a gyermeke, tevenyereg az, de egy ekkora teráfot belejtett a tevenyeregbe, és akkor jött a lábán az ő apja, hogy mi az, hogy elloptad az én házi bábányemét, akkor mondja Jákob, itt a sátor, túlj fel mindent, akinél megtalálod halálfia, és nem tudja, hogy ez azt jelenti, hogy a feleségét meg fogja ölni a apus, és oda megy, az ráül a nyeregre, azt mondja, éppen beteg vagyok, nem tudok. És utána semmi nyoma nincs annak, hogy mi lett a teráfokkal. Hazamegy, elnyeri az Isten áldásait.
Isten árasztja rá az áldásait, a gyermekek születnek, Isten félelmű neveli a családját. Mi lett a teráfal? Egy helyet találok a Bibliában, a leírásnál, akkor egy időben azt mondja a Jákob, hogy menjünk el Bételbe, és ott adjunk hálát Istennek, annak az Istennek, aki megjelent éneket. Csak oda mennek, hogy hálát adjanak és imádkozzanak, a Genezis 35-ben, az 1 Mózes 35-ben, akkor menjünk el Bételbe, ahhoz a csináljuk oltárt Istennek, aki megjelent neked, akkor azt mondja Jákob, hogy hányjátok el az idegen isteneket, amik köztetek vannak. És tisztítsátok el azokat a magatokat. Nincs itt a Ráhel nevedet, szerintem ez lehetett azon alkalommal. Amikor a nagyasszony előjön, azok átadták azért Jákobnak mind az idegen isteneket, amik náluk voltak, és elásta azokat Jákob a cserfa alá, amely siken mellett van. Képzeljük, amikor valaki a hívők példaképe egy vezető személy, aki tényleg annyi, aki által annyi áldást adott Isten. Most fogja a terápot is. És akkor Isten áldásokat rá árasztja. Akkor is, amikor egy gyermeket vár, áldott állapotban van, és a gyermek szülésben meghal, de a lelke szabadon megy az Úrhoz. Nem tudom, meddig élünk, testvérek. De hányunk el magunktól neked a bárányokat, hogy szabadon menjen a lelke az Úrhoz. Na de nem reméljük, mit marad, hogy szabadon éljünk itt a földön az Úr dicsőségére. A másik, amit el akarok mondani, az Efézusiak esete. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy hát mi van az a varázstörvényekkel? Tudjuk, az apostolok cselekedetében azt olvassuk, hogy Pál apostol az efézusi gyülekezetben szolgál, és Isten egy nagy lelki ébredést ad őneki, és akkor azt olvassuk, hogy előjönnek, és megjelentik az ő cselekedeteiket, és ezeket a varázskönyveket, ezeket elégetik, hogy nem szabad, hogy az én házamban olyanok legyenek, amik engem lelkileg megkötnek. És a hívők megjelentették a cselekedeteiket, azt mondom. A hívők jelentették meg a cselekedeteiket, és leleplezték önmagukat, és ami a világosságra jutott, a világosság. Ez az út, amit jársz, ez a világosságnak az útja. Nos, amit ők titokban cselekeztek, most már nem cselekszik. Titokban cselekedtek eddig, de ezt most már nem titokban cselekszik. Mert gyertek, Jákobnak háza, járjunk az Úr világosságában. Ezt mondja az ige. Ez tehát a szabadítás útja. De Jézus azért volt meg a kereszten, hogy a bűnnek a hatalmát is elvegye. Krisztus öregyét megfeszítette, élek többre nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amiket titokban cselekedtük. Most ezt nem cselekedtük titokban. Serkentjük a huszon, támadt el a halálból, és felvegyük pedig a Krisztus. Amen. Imádok. Eljöttünk. Megvizsgáltál, Urunk, bennünket, és ismersz, ismered járásunkat, fekvésünket, felkelésünket, mielőtt a szó a szánkondon, azt is egészen ismered, Uram. Uram, hogyha sötétségben el akarnék rejtőzni, hogyha a sehova vetnék magamnak ágyat, ott is látsz és ismersz engem. Köszönjük, Uram, hogy a szemeink rajtunk vannak, és ezek szerető szemek, kedves tekintetek, amik gyógyító és tisztító tekintetek. Vizsgálj meg, Urunk, bennünket belül. Hadd legyen a te ígéd olyan, mint olvastuk, hallottuk, élő és ható, ami eljut a szívnek és a léleknek a megoszlásáig, és megítéli a szívnek az indulatait. Köszönjük, Urunk, a kegyelem hatalmát, a kegyelemnek az erejét, ami erősebb, mint a bűn. Köszönjük, hogy eljuthatunk oda, hogy azt mondjuk, hogy ez már nem hozzám tartozik, ez nem igazából az enyém. Én már az Úré vagyok, segíts, Urunk, hogy elkezdődjön a bűn és az én szétválása. Hogy én az Úré vagyok, és ő neki szolgálom.
így cselekedj, ébredj fel bennünket, Urunk, azt, hogy így tudjuk járni, éberen, mint a világosság fiai. Amen. Amen.